Itt a mérkőzés utáni sajtótájékoztató vendégoldalról Pongó Marcell és Alejandro Zubiaga vezetőedző csatlakozott hozzánk. Marci, egy végletegig kielezett harmadik mérkőzés volt. Kérlek, értékeld a találkozót, illetve milyen volt belülről ez a mai mérkőzés. Please summarize it, because it was a very good third game from the first minute to the end. It was a very good game. Please give us your thoughts about it. Thank you. Yeah, it was the game, most normal game to play one final for both teams. Ez egy igazi döntő mérkőzés volt igazából. I think we keep more or less the level until the fouls don't help us too much with our big men. Maybe we have to see why, but at the same time, we were solid. The last quarter, maybe we have to run more the sets, to play with patience. But it's one final, and the emotions are playing also. Ameddig ugye nem voltak fal problémáink, magas poszton nagyon is mérkőzésben voltunk, és nagyon jól játszottunk. Utána egy kicsit próbáltuk gyorsítani a játékot, abba egy-két hiba belecsúszott. Right now, yes, we have to correct details. So say congrats to Falco to win this game. Meg kell néznünk ezeket a hibákat, ezeket a részleteket, helyére kell tenni. Most jár a gratuláció a Falkónak a győzelemhez. Meg a szurkolóiknak, mert ilyen atmoszférában lenyűgöző. És köszönöm ér szépen a mi szurkolóinknak is, akik itt voltak és buzdítottak, támogattak minket. Now, hopefully, I believe, maybe it's my character, we will come here to play Vasarna, and we will try to the victory, and I have confidence a lot that we can get it. Én hiszek abban, hogy vasárnap visszajövünk Szombathelyre, és megszerezzük az ötödik meccsen a győzelmet. Okay, thank you so much. Thank you, coach. Good right. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatónkat hazai oldalról Kovács Benedek, illetve Milos Konak a vezetőedzőnk csatlakozott hozzánk. Először is gratulálok a győzelemhez, Bene, és kérlek, értékeld a találkozót. Köszönjük szépen. Fontos volt, hogy 3 napon belőle tudjunk pihenni és felkészülni az alba védekezésünkből. Ez a szívdiadala volt, mert ugye meccs közben elvesztettük Boriszt a kiállítás miatt, illetve Stefánt is, és eddig még nem tettem meg, de most, tehát a szurkolói nélkül az biztos, hogy nem nyertük volna meg. Tehát 6. emberként, amit letettek az asztalra a büntetőknél, folyamatosan fütyültek, elképesztő hangulatot varázsoltak, és rengetegszerűk adtak mi nekünk plusz energiát, hogy elmegyünk névelet pattanóért, hogy megállítsunk még egy védekezést, még egy ütközést, és örülök neki, hogy újra nálunk van az erőny, most pihennünk egyet, aztán a célunk az, hogy Fehérváron nyilván megmegyük a bajnokságot. Köszönjük szépen, és jó pihenésben! So, coach, it was a very good game, I think, from the first minute to the last. For the fans, I think it was a very good basketball game. Please give us your thoughts about it. If you said that was a good game, I think to Alba and Falco in the last 2 seasons played really good games, tough games in the regular season, in the last season, in the semifinal, now in the final. Úgy érzem, az elmúlt 2 szezonban az Alba és a Falco bármikor találkozott, egymás ellen legyen az alapszakasz, elődöntő vagy döntő, mindig jó párharcok, mindig jó meccseket játszottunk. About today's game, I think too, we play good first half. Just we made some turnovers where they score easy 3-point shot. A mai mérkőzéssel kapcsolatban szerintem az első fél évben nagyon jól játszottunk, volt egy-két but eladott labdánk, amikből könnyű kosarat, illetve üres triplákat tudott szerezni és dobni az Alba, amit kett értékesített is. In the second half we come from locker room with totally different energy. We play much better defense. And we was much smarter in offense. A második fél elővel teljesen más arcunkat mutattuk meg, sokkal agresszívabban, erőszakosabban dédekeztünk és okosabban játszottunk támadásban. In the last few minutes of the game, I think
Vinny's, Davies, but physically a game like this, it's not easy to score every shot, especially in the last few minutes. Ugye az utolsó percekben igazából egy labdás mérkőzésről beszélünk, valamikor mi szereztünk pontot, valamikor ők, de egy ilyen mérkőzésen, ami ilyen fizikális, nagyon nehéz minden támadásból pontot szerezés a végén. Ebből mi jöttünk ki. And on the end, for sure, like always, thanks to our fans who give us big energy to survive, especially in the last 5 minutes when we stay more or less with 5 minutes. Szeretném ismét megköszönni a szurkolóinknak azt a támogatást, amit kaptunk, különösen az utolsó 5 percben segítettet rengeteget, amikor igazából 5-en maradtunk a rotációban. In that case, I want to say that I'm very proud of my players, how they play with which energy and without excuse on the court. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, hogy ilyen energiával, ilyen akarattal küzdöttek, és nem kerestek kifogást, nem akartak kifogásokat keresni, és küzdöttek a végsőkig. Now we have 2 days to prepare ourselves for Friday. One more game to the more or less champion, but this is so close, but from other side too far away. That's mean we need to play for sure very very well, smart, if we want to do something. Van 2 napunk felkészülni a pénteki összecsapásra. Igazából egy mérkőzésre, egy győzelemre vagyunk a bajnoki címtől, ami persze mondhatjuk, hogy közelinek tűnik, de mindenki tudja, hogy ez nagyon távol is egyszerre, nagyon oda kell figyelnünk. And we will do everything to be ready. És mindent meg fogunk tenni azért, hogy készen álljunk. Thank you, coach.